És az ősök mondta, egyszer eljön a nagy harcos, kinek vérében ott folyik a tisztaság és a becsület. Na, olvasd már tovább, engem érdekel a vége. Csacsiság ez a regeket. Komolyan elhiszed, hogy létezik a fényharcosa? Aj, csak reménykedek benne. Egyszer, ha majd nagyobb leszek, találkozni fogok vele. De aztán tényleg nem nőttél ki a mesékből. Tudom, hogy létezik, és hogy egyszer majd eljön értünk. Igen, igen, pontosan. Amikor veszélyben van az életünk, ő megjelenik, és megment mindenkit. Olyan gonosz vagy, inkább olvasd tovább. Rendben, rendben. Szóval, kiterje hatalmas szárnyait, és egy hulló csillag fényével elsöpri a gonoszt a föld színéről vissza Oblivion síkjára. Miért nem jöttél, fényharcosa? Nincs olyan, hogy fényharcosa, ez csak egy hülye mese. Nem mondj ilyet! Meg fog menteni minket, csak késik egy kicsit. Te okosabb vagy, leányom. Mindketten tudjuk, hogy nem fog eljönni értetek. Akkor sem jött el, amikor a városodat porig rombolták, és most sem fog, amikor Sauron mester átveszi a hatalmat a világ felett. Honnan tudod, hogy az én városomat beszélj, boszorka? Az összetör szív minden titkot feltár a jó hallgatónak. Mellesleg a kis barátod könyörgött az életéért, én pedig... hát, hoztam haza egy kis szuvenírt tőle. Ne, ez nem lehet. Szívtelen kislány lett utána. Te szörnyeteg! Ha kijutok innen, megöllek! Igen? És mégis hogyan? Halálra idegesítesz? Becsúj, nem én húgyoztalak le titeket! A mellett beleállt a fűcimpámba! Mi az utolsó szabad a halálod előtt, ember? Az, hogy ha most elkezdtek futni, talán életben maradtok. Hups! Már késő! Gyerünk! Támadás! Köszönöm, hogy megmentettél. De akkor sem te vagy a fényharcosa. Köztesó! Megint az adósod vagyok. Velem mi legyen? Hagyjuk meg az életét, már így is elég vér folyt ma. Kat, biztos vagy benne? Igen, menjünk innen. Na, akkor mondom a tervet. Sötét lovak, ti a sárkányjal megtisztjátok a kivezető utat, hogy meg tudjuk menekíteni a hercegnőt. Rendben. Ti hárman pedig megkeresitek Celestiát, és biztonságban elviszitek. Gyerekjáték. És mi van, ha túlerőben lesznek? Nem vagyunk mi harcosok. Nem kell félni. Majd ha bajban leszek, megvédelek, jó? Most már nem is félek. Tiszta szívből jövő szavaknak óriási hatalmuk van. Ha mindenki kész van, akkor meg vágjunk bele. És nekem mi lesz a dolgom? Ja, igen. Te szépen hazamész. Hogy mi? Túl veszélyes lenne. Inkább menj haza a családhoz és a barátaidhoz. Na ide figyelj, nem azért utaztam ennyit és kutattam utánad, hogy csak úgy elküldj engem a francba. Ha a fényharcosa vagy, ha nem, te nekem nem parancsolsz, és ezért veled megyek. Tudod mit? Menjünk! Legalább újra ketrecbe zárnak majd. Legalább nem éreztem a büdös szád szagát.
nem akarom megzavarni a vitátokat, de indulnunk kell, legott! Igen, igazad van. Na, akkor gyerünk. Velem hosszú esztendők óta nem történt semmi egetrengető. Legott! Már csak Bakhuz édes bora csillapíthatja fájdalmamat eme keserű órákban. Na, működik ez a tuccos? Üdv, szia, érted, amit mondok? Tán szemem bűbájba esettem a sok nemed négydőtől. Vagy tényleg csodát látok? Figyelj, te részek konzervdoboz! Nem hittem, hogy ezt is fogok még mondani. A barátomat keresem. 180 centi magas, fekete kabátot, kék nadrágot és értelmetlen arcot is viselni. Nem láttad valahol? Fénytündér, nem láttam olyan embert, de én is egy nagy harchoz keresek, aki megküzdene velem. Hát ő mag szájkora tézik, de abból mester ilyen. Tehát jó harcos? Ebben igen, de ez most nem fontos, meg kell. Isten a tanú fénytündér, megkeresem ezt a szájkarate mesterét, és kihívom egy pár bajra, amit meg fogok nyerni, és én leszek a szájkarate új mestere, legott! Amúgy mi az a szájkarate? P***ába megszakadt ez a k***a kapcsolat. Végre, itt a nagy csata, mire sarjaim büszkén fognak emlékezni, legott! Requestiáját és a hercegnőért!